Jó estét kívánok, bár novembert írunk már, az igazi tél még nem köszöntött be, ellenben a fehérvári téli sportágak már javában a jégen vannak, hogy így fogalmazzak, hiszen most már jó két és fél, három hónapja elindult a hoki szezon itt Székesfehérvár, úgyhogy itt volt az ideje, hogy erről is beszélgessünk itt ebben a műsorban, a Fehérvári beszélgetésekben. Vendégem ma az ifja Bocskai Gábor Jégkorong Akadémia sporti sportigazgatója Fekti István. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Szervusz, köszöntöm a nézőket. Ugye még azért viszonylag egy langyos az időként, itt az adásod beszélgettünk róla, hogy te azért már várod a hideget, meg a telet. Igen, ingújba lehetett ma sétálni, de azért mindenképpen téli ember vagyok, és most már várom a De inguszokat. már egészen, Egészen kicsiként is az voltál? Tehát innét a hoki szeretete? Vagy ez, vagy ez hogy jött? Mert nyilván az ember valahogy úgy van, hogy a meleget szereti nyáron a tengerparton, vagy a Balaton partján, a telet szereti, hogyha van mellé hó, mert lehet hógolyózni, síelni, szánkózni, vagy adott esetben korcsajázni. Ez már gyerekkorodban is így volt? Vagy hogy jött neked ez a... a hoki szeretete. Igen, én ilyen újszülöttkori légzészavarra születtem, és azt más voltam, és, és, a szüleim nagyon megijedtek a hírhalatára, és így orvosról orvosra járták az országot, és akkor a 42. doktor azt mondta, hogy ennek a gyereknek a jég fölött lenne a helye, mert ott olyan tiszta levegő van, hogy ott biztos, hogy meg fog gyógyulni, és akkor négy éves koromban kivittek a jégpályát, és akkor ott ragadtam tulajdonképpen. De érdekes, mert azt szokták mondani, hogy a allergiára az már a, a, az úszoda az, ami nagyon-nagyon jó, jó. Azért úszni tudsz? Hogy nem, minden, természetesen. De, de úgy látszik, hogy egy más halmaz mégis mégiscsak jobb volt a terápia, mert azóta, hála jó Istennek, nem küzdködöm ilyen problémával. Tehát ott még egy-két év volt ilyen átmeneti időszak, de aztán utána igazából elnőttem, vagy kinőttem, nem tudom, melyik a helyes fogalom. És azonnal beleszerettél a közegbe, ami akkor ezek szerint egyfajta külső kényszer hatására ö, rabolt el magához? Mindenképpen mondhatom szerintem, mert édesanyámmal mentem le akkor még, és a, a, mostani melegedő helyszíne volt végül is igazából az, ahol mi ott és abból nyílik a mostani 9-es öltöző, ami akkor a felnőtt öltöző volt. Itt pont ugye a 80-81-es évállatról beszélgettünk, hogy akkor lett a bajnokcsapat Fejvárom és hát az a millió, meg az a rengeteg humor tréfa, ami onnan kiáramlott az öltözőből, ami egy ilyen négy-öt éves fiatal gyereknek kiáramlik, igyekeztem magamba szívni, és teljesen magával ragadott az egész. Hát egy négy-öt éves gyereket még nyilván a profizmus nem fog meg, de, de hát a mai viszonyokat összehasonlítva az akkoriakkal, hát nyilván gondolom és föld a különbség, és azon Hát akkor mondjuk így szerencsés emberek közé tartozol, aki végignézhette, hogy hogyan fejlődik Székesfehérváron a jégkorong, annak a milliője, akár a szurko szurkolói kultúra, akár maga a jégcsarnok, ugye itt van most már a c és talán nem olyan sokára meg lesz majd a multifunkcionális csarnok, ahol szintén helyet kaphat majd a, a, a jégkorong. Szóval te azért ezt végig tudtad követni, egészen kisgyerektől odáig, hogy ma te vagy a, a gyakorlatilag a magyar jégkorong, egyik legnagyobb, a magyar, magyar ékorong legnagyobb utánpótlásáról gondoskodó egyesletnek az igazgatója, sportigazgatója. Az biztos, és hát más szemszögből is, mert műkorcsiázónak választottak ki először a, a tudás alapján, és akkor hát ez nem igazából volt testhez álló nekem, és, és, akkor azt mondtam a szüleimnek, hogy de a jégkorong az, az tökéletes választás lenne, és akkor végül is így így e, kerültem oda. Pedig akkor talán még, bocsáss meg, lehet, hogy ha akkor belenézel a jövőbe, ott 8, a 80-as évek elején, akkor lehet, hogy azt láttad volna, hogy mondjuk műkorcsolyázóként könnyebben juthattál volna el akármi sportoló, akármi sportvezető egy komoly világeseményre. Most ugye szerencsére arról beszéltünk, hogy jövőre majd másodszor lesz ott az alcsoportban a, a magyar jégkorong válogatott, de hogy akkor talán még, még ez ilyen szempontban jobb választás. Ez lehet, volt. de a, a, motiváció az azért egy kicsit más volt meg, azért mindig is a férfias jellegű dolgokat szerettem, tehát abszolút ez a sportág úgy, maga a kontakt jellegével, meg azzal, hogy, hogy, tényleg egy ilyen, egy ilyen nagyon jó szellemiségű és egy nagyon-nagyon dinamikus és erős sportág volt azért már akkor is. Ugye itt a professzionalizmusról ugye még akkor nem annyira beszélgethetünk, mert ugye az a csapat ugye Budapestről költözött Fejévárra, és, és hát igazából Utána kezdődött el az a, a szakmai építkezés, ugye Ocskai Gáborral, aki összeszedte ezt a 66, 7, 8, 9-es korosztályt és, és elindult velük az építkezés alulról. Úgyhogy valóban, hát én részese voltam még a, a nyitott pályának gazdagon, amikor ugye szombat vasárnapi, vagy esetleg a hétköznapi esőzések alkalmával, itt nagy gumislagokkal, meg különböző ilyen szerelvényekkel húztuk le a vizet a, a, a jégről reggel 7 órakor, hogy csak valahogyan fölkerülhessünk rá. Úgyhogy ez egy egészen más hőskora volt a, a, a hokinak minden más szépségével, de én azt gondolom, hogy, hogy ezt is jó lenne megtapasztalni akár a mai fiataloknak is. Ma meg ugye ott tartunk, hogyha följön a jég mondjuk egy ifi mérkőzésen, akkor van lehetőség átköltözni a pályára, szóval nagy utat járt be a fehérvári jégkorong. De ma ugye azt látja az ember, hogy jönnek, most hát tényleg egészen kicsik, tehát most hát tényleg lassan majd az újszülötteknek is kell gyártani korcsolyát, mert tényleg olyan nőrlet van itt a városban ilyen szempontból, hogy jönnek a anyukák, apukák, hatalmas tudszokkal, tényleg ott van a komplet felszerelés, tetőtől talpig, volánszerelésbe beöltöztetve a gyerekek, a legjobb korcsaják a talpakon. Ez a ti időtökben, amikor te voltál mondjuk 6, 7, 8, 9, 10 éves, ez hogy nézett ki? Tehát így nyilván ugye egy egészen más világ volt, nem, nem úgy nézett ki a dolog, hogy bementél sportáruházba, és ott volt egy komplet jégkorongfelszerelés, vagy megrendelted az interneten. Akkor ez, ez hogy nézett ki? Nagyon sok vicces történet van ezzel kapcsolatosan, lehet, hogy ha érdekes, esetleg egy-kettőt meg is hozhatok. Hát ugye akkor itt nem lehetett Magyarországon semmiféle is nagyon kapni, főleg ilyen és Akkor még aki abban az időben gyerek volt, vagy illetve felnőtt és a gyerekéről próbált gondoskodni, akkor ezek a szlovákiai ö, utak voltak végül is, buszos közlekedéssel. Itt fölültél a régi mezőgazdasági bolt előtt, az ott, mostani OTP helyén, az autóbuszra kimentél, Nyitrára, és akkor a helyi sportboltba vettél mindenféle dolgot. És hát ö, igazából az egyik történet, ami nagyon vicces, hogy melvédőre és könyökvédőre lett volna szükségem, és én nem tudtam kimenni valami miatt az édesanyámmal, azt hiszem mérkőzés volt talán, és akkor ezt ezzel a feladattal megbíztuk, hogy akkor hozzon ilyen felszereléseket, És hazajött este, leszettük a buszról, és mondta, hogy hú, olyan dolgot hozott, csodát fogunk látni, mert ilyen még, még nem, nem volt. Hát itt egybe van a könyökvédés, a válvédő. Akkor már én éreztem, hogy ez nem, nem igazán lesz az én felszerelésem. Amikor kibontotta a csomagot, akkor láttuk, hogy ez egy kapus felszerelés volt. Tehát egy kapus, kapus válvédőt vagy páncét sikerült neki hazahozni és hát nagyon vicces volt, utána megpróbáltuk becserélni meg mindenféle úton módon, de a másik pedig, hogy, hogy szintén akkor Kománóból érkeztünk az édesanyámmal, akkor is, akkor vonattal voltunk, és hát éppen két számmal nagyobb síruhákat adott rám, hogy a felszereist le tudjuk rejteni a ruhákat, úgyhogy egy ilyen sípcsontvédő, könyökvédő, válvédő szett volt éppen rajtam és egy ilyen nagy turista csoport volt előttünk, hát és akkor ugye még a fiatalok kedvel, akkor volt útlevélenőrzés, pecsétel és mindenféle ilyen dolog. És akkor ott emlékszem el, hogy így szinte egy belökött a csoportba, hogy mintha oda tartoznék, és akkor én ott ilyen maszkósan mentem a hidon, hogy próbáljak valahogyan hozzájuk csatlakozni, és akkor gyakorlatilag így nem volt nagy átvizsgálás, és akkor így sikerült hazamenteni a, a felszereléseket. Hát valami gyakorlatilag ilyet kell elképzelni, tényleg botokon most már ugye mindenféle flexibilitás van, meg kanyar, ilyen kanyar, olyan kanyar, custom kanyar, mindenféle játékosnak megfelelő, az igényeinek megfelelő kanyarral és az elvárásoknak, hát akkor itt spirituson hajítgattuk a fabotokat éppen a, 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 fürdőhelyiségben, tehát mindennek meg volt, otthon a gázcsöveken, amilyen kanyart éppen sikerült beletenni, úgyhogy ez tényleg egy varázslatos dolog volt. És milyen játékos volt a fiatal Fekti István? Én centert játszottam, igazából. Ugye a, a, Gábor, a Krisztián, az Alavári Miki volt az akkori 75-76-os csapatnak az első sora, mi pedig a, a Sándor Szilárd és a alkottuk a második triót, én voltam köztük a center hosszú éveken keresztül, és hát szerintem egy ilyen fineszes játékos voltam, aki nem nagyon szeretett és tudott veszíteni, de talán még, még ami úgy kiemelhető, hogy, hogy én a védekező játékra úgy akkor is nagy hangsúlyt fektettem, de a kert azért be tudtam találni, tehát igazából nem, nem voltam egy ilyen gólszegény center, tehát úgy, úgy igazából igyekeztem kiszolgálni a, a társakat, de mindig volt bennem azért annyi exhibicionizmus, hogy, hogyha oda került a sor, akkor, akkor én is tudtam gólt lőni. De nagyon sokat változott a világ viszonylatban is a jégkorunk. Hát magyar szinten meg aztán pláne éppen egy pár héttel ezelőtt néztünk az egyik kollégával egy 94-es, 5-ös Ferencváros, Újpest, talán a Magyar Kupa döntő lehetett még a kis stadionban, és hát egészen más, tehát nem, tehát nem is ugyanaz a sportág lenne mint az, amit mondjuk ma játszik a volán az Eberben, vagy akár a, a, a farmcsapat a, a, a molligában. Te hogy látod a képességeiddel, amik akkor voltak a mai hokiban, is meg tudtad volna állni a helyed? Most a 94-95-ös szezonra jut eszembe, hogy akkor lehet, hogy engem is láthattál, mert szerintem ugye abban a szezonban én, vagy a 94-ben érettségiztem, és akkor egy évet a Ferencvárosban játszottam, tehát még az is lehet. Hát az egy egészen más jellegű hoki volt, Kicsit túlélős volt akkor egy fiatal számára, amikor, amikor bekerült ebbe a, a, a darálóba itt a Zajlai Laci, Hudá, Gáborék, Dobostomiék, azért azért nagyon erős közeg volt, hogy úgy finoman fogalmazzak, és tehát tényleg megpróbáltunk túlélni egy ilyen mérkőzést, aztán tényleg, ahogy alakultak az eredmények, és jöttek, meg, meg, kivívták a fiatalok a tekintét, ugye ez egyre jobban működött, de hát ez, ez egy teljesen más, ugye nagyon sokat gyorsult a hoki, csak a szelléseket, hogyha megnézzük, ugye mindent lekönnyítettek, ultra, hiperkönnyű minden, a szellések, a korcsai, a, a, botoknak, ugye rengeteget gyorsult a, a játék, a flexibilitást, hogy kihasználják a játékosok, ugye hallítják a botot, mint a kilőni a korongot, Szóval ez teljesen Fölgyorsította a játékot, és és szerintem a taktikai rész is egészen átalakult. Más, más típusú játékosokat igényel a mai ékkorong. Ugye régen azért, a, a, vagy régebben a, a nagyobb darab, robosztusabb játékosok ö, érvényesültek jobban. Most látod, hogy egy tízbodó. Egy, egy Euh, milyen jól be tud illeszkedni egy ebel egy, 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 keretbe igazából azzal, hogy gyors, fordulékony, masszív, jó izomzatú, de mondjuk 171 pár centi. Úgyhogy nagyon nagy utat járt be szerintem a hoki. Én szerintem jól tudtam volna alkalmazkodni a, a korigényeihez, mert én egy melós pali voltam, tehát én nagyon szerettem edzeni, én, én szerettem dolgozni, sose volt ilyen, ilyen, ilyen probléma, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nagyon könnyen tanultam mindent. És, és, igazából azt gondolom, hogy, hogy, ezt is meg tudtam volna ugrani biztos. De aztán ott a 90-es évek közepén, ahogy én olvastam egy interjúban, ugye a tanulás mellett döntöttél mégis. Ma is így döntenél? Mai fejjel? Azt, hogy mondjuk látod, hogy, hogy, hogy hova jutott el a, a magyar jégkorong? Azért 94-ben talán, még ezt nem, talán még nem gondoltuk, hogy 2006-ban, 12 évvel később, ami, ami így kimondva sok de, de alapvetően meg nem egy akkora időtávlat, azt mondjuk, hogy, hogy a csoportos csapata lesz Magyarországnak. Nehéz kérdés ez. Hogy mennyire az én döntésem volt? Az, hogy abba hagytam okit, az az én döntésem volt teljesen egyértelműen. Ugye, hát ahogy te is mondtad, nem, nem látszott 94-ben az, hogy most itt tényleg uh, A csoport, Ebel csapat, most már azt hiszem ez a 9. szezonunk, tehát nem, nem, nem volt ez igazából a pakliban és akkor a szüleim, mivel késői gyerek voltam, és, és jó tanuló is voltam, tehát mindig, mindig a jó, jó, bizonyítványokkal rendelkeztem, és hát mint idősödő szülők, ők azt gondolták, hogy, hogy nagyon jó ez a hoki, meg szép, meg ügyes is vagyok ebben a dologban, de hát mindenképpen a, a, az iskola irányába próbálták terelni az én életemet. Sikeresen is, ugye felvettek a testvényes életemre, ami, ami elég nagy csodának számított akkor, és nem olyan nimbusza volt a TF-nek sajnos, mint, mint, most, amilyen. És, Már mint most sajnos. Igen, igen, igen. <laughs> Tehát akkor tényleg olyan, nem tudom, 15-20-szoros túljelentkezés volt, és egy ilyen túlélő próbán kellett átmennünk, hogy, hogy több napos felvételi rendszer volt, meg, meg, egészen más dolog volt. És hát gyakorlatilag akkor nem volt még bolonyai rendszer, és nem volt ez a magántanulói státusz, meg egyéni rend, meg mindenféle ilyen dolog és hát innentől kezdve egyértelmű volt, hogy ha a hokit akarom folytatni az iskola mellett, akkor nekem el kell igazolnom Fehérvárról. És hát ugye Budapest nem volt más alternatíva számomra, csak az akkori legjobb Budapest csapat a Ferencváros, és gyakorlatilag, mivel ott sem kaptam egyéni rendet, én nem tudtam részt a délelőtti edzéseken. És onnantól kezdve meg, meg nem annyira számoltak velem, én meg fiatalként mindenképpen azt szerettem volna, hogy csak kapok rengeteg játékpercet, és, és, bizonyíthatom azt, hogy napról napra e, jobb vagyok. És ez, ez, ez működött is hogy a november-decemberig, és akkor voltunk Pucserdában a Junior vb és akkor ott ugye két hetet nem, nem, voltunk itthon, és akkor kikerültem abból a dobos pindákféle sorból, és onnan nem tudtam e, visszakerülni már, akkor már készültünk a bajnokságra, a döntőre, mind a végjátékra és akkor a bajnoki döntőn én már nem játszottam, és akkor mondtam a szüleimnek, mikor hazajöttem, hogy, hogy ezt el kell dönteni, mert én ülni nem szeretnék, akkor inkább, inkább ö, ö, abba hagyom. De volt benned emiatt keserűség, hogy egy junior vv-n kim voltál, hazajöttél, kikerültél abból a sorból, már nem is játszottál a, a, bajnoki döntőn, tehát ez lehet, be lehet tudni a, a döntés legalább egy részét annak, hogy a keserűségnek? A keserűség szerintem nem, biztos, hogy jó szó rá, hanem az élet adott egy olyan jelzést, amiből le tudtam szűrni azt a következtetést, hogy, 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 akkor a szüleimnek lesz ebben a döntésben igaza, és akkor, akkor mondtam, a, még volt élő szerződésem és akkor mondtam, hogy akkor, akkor a iskola lesz a lényeg, a választás, és akkor, akkor elköszöntem a, a hokitól. Jól lehetett egyébként akkor keresni a legjobb fővárosi csapatban, fiatalként? Tehát most itt nem forintosítva gondolom, hanem, gondolok, hanem arra, hogyha mondjuk úgy alakul, az egy megfelelő perspektíva lehetett volna? 94-ben, 94-ben? Az akkori viszonyoknak megfelelően igen. Tehát az akkori állapotoknak és tényleg a, a lehetőségeknek megfelelően ez szerintem akkor egy, 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 jó fizetés volt, de igazából tényleg a, a kérdés ott eldőlt, hogyha ez, ez így kell, hogy legyen, akkor biztos, hogy az az iránya megfelelő, hogyha én ebből játékosként kiszállok. És akkor elindultál egy hosszú úton, egy gyakorlatilag 11, 2, 3, 4, 5 éves úton, aminek a vége az lett, hogy az ifjabb Gábor jégkorongakadémiának lettél a sportigazgatója. Na most arra nagyon sok műsoridőnk már nincsen, hogy azt a 15 évet így részletesen átbeszéljük, de mi kellett ebben a 10, nagyjából 15 évben ahhoz, hogy te az legyél, aki most vagy, vagy aki lettél ugye 2010-ben? Nagyon egyszerű szerintem a, a, dolog. Én nekem egy év kimaradt akkor a hokiból teljesen el, elhagytam a, a, a sportágat, ugye a második egyetemi év alatt. És akkor utána a Kovács Zoli, a jelenlegi főtitkár úr fölhívott, hogy, hogy lenne kedvem edzősködni ma a fadi ilyen kicsi kölyök korosztály, vagy előkészítő korosztály csapatta, mert még van élő szerződésem, és hogy, 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 tényleg egy ilyen jó játékos, akinek lesz egy pedagógiai végzettsége, testmű ember lesz, edző, stb. 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 hogy még a diploma megszerzés előtt ezt, ezt kezdjük ezt a dolgot. És akkor lementem egy edzésre, és akkor végül is ott ragadtam, és ami tényleg a nagy szerencsém volt, hogy rögtön, ahogy lediplomáztam, a Gaibá hazahívott, visszahívott, és akkor elkezdtünk itt építkezni eh, edzőként, és, és tényleg olyan edzők ez mellett... Volt? Ez 98. Uh -huh. És olyan edzők eh, akkor indult el ez a szisztematikus építkezés Fehérváron, hogy a, a, a felnőtt csapat... Először a felnőtt csapathoz érkeztek külföldi edzők, majd pedig az utánpótlás szinte is bekapcsolódott egy-két külföldi edző, és én végig velük dolgozhattam, és igazából én 20 éves korom óta edzősködtem, egészen a 35 éves koromig tehát amit mondta 15 év, és gyakorlatilag minden szinten, tehát a szuperminitől a, 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 a juniorig, minden, minden szinten eltöltöttem éveket, és szerintem ez lehetett az a nagy, nagy előny, esetleg ennek a posztnak a, a betöltésénél, hogy, hogy tényleg egy egész komplex rálátásom volt már viszonylag fiatalon, mert nagyon, nagyon korán elkezdtem edzősködni. És neked, neked mit jelent az, hogy hogy ifjabb Ocskai Gábor Jégkorong Akadémia? Mert ö, ideális esetben most a Alba Volán Jégkorong Akadémiát, vagy a Fehérvári Jégkorong Akadémiát vezetnéd. Nehéz kérdés ez. Ugye mi a Gábor együtt nőttünk föl, tehát egy, egy, korosztály vagyunk, sőt mi egy gimnáziumban is jártunk, tehát pattársak is voltunk. Aztán ugye valahogy az élet úgy hozta, hogy, hogy én elkerültem Fejváról, és amikor én visszakerültem négy, négy és fél év után, akkor ők már ugye sztársportolók voltak nem csak Fejvári szinten, hanem országos szinten is. És hát én mindig ilyen nagy büszkeséggel gondoltam az ő pályájukra, meg az ő általuk leírt pályára, és tényleg annak ellenére, hogy egyidősek voltunk, kicsit olyan példakép is, is volt nekem ő és a Krisztián, tehát mindig, mindig is egy olyan tisztelet maradt meg köztünk szerintem, a, a, a Palkóval szerintem ez a mai napig tart, ami, ami tényleg példaértékű, és Hát ugye a tragikus körülmények következtében természetesen, hogy én igyekszem úgy vezetni ezt a ezt az akadémiát, és olyan értékrendel, szellemiséggel megtölteni, ami a, a, a Gábornak abszolút megfelelő lenne. Tehát azokat az értékekre hangsúlyt fektetni, azokra az elvekre, amiket tényleg ő képviselt, és megpróbálom én azt nap, mint nap átadni, legyen az kisgyerek, vagy vagy már felnőtt korú játékos, amit tényleg ő elért, és őt képviselt a... a a pályán kívül és a pályán belül természetesen. Hát, hogyha azt nézzük, hogy, hogy a gyakori vendég vagyok én is a, a jégpályán, és tényleg jönnek a kicsik, nagyok, közepesek, felnőtt csapat, junior csapat, és a többi, és tényleg egy egészen családias, és tényleg teljesen normális millió, millió veszi körül a klubot és az akadémiát, akkor ez ilyen rendben valónak tűnik, vagy úgy tűnik, hogy ez, ez sikerült is megvalósítani. Hát az meg aztán nyilván mutatja, vagy erre erősít rá, hogy ha jól tudom, akkor több mint 300 gyereketek van most már idén. Igen, most kb. 350 fiatal ember nálunk. És ugye ezt is egy picit külön kell bontani, mert ugye vannak az a, az a rész, ugye, aki még a Gábort látta játszani, és van valami személyes kötődése mint emberhez, mint játékoshoz. És ugye a mostani generáció a nagyon picik, a nagyon fiataloknak nem biztos, hogy esetleg a szülőknek, vagy, vagy a gyerekeknek, mert páne nem rendelkeznek olyan kézzel fogható dologgal. Ezért is nagyon fontos őrizni úgy az emléket, hogy, hogy és feladatként kitűzni az edzők a vezetés felé, hogy valóban. Megismertessük a, a fiatalokat, akik nem ismerhették, hogy, hogy milyen ember is volt ő, mit képviselt az életében, és hát gyakorlatilag egy, egy ikon a magyar sportban, nem csak a jégkonos sportban, hanem az egész magyar sportágat, tekintjük. És hát nagyon szeretnénk, hogyha, hogyha e, rengeteg olyan értékrendel rendelkező kispalánta e, nevelőden állunk, aki később majd, majd egy kiváló sportember, sport és ember lehet természetesen. Hát nyilván ez a cél. Pont egyébként olvasottam így az interneten, rábukkantam egy régi cikkre, ahol van, és emlékszem, vagy te mondtad, vagy polgármester úr, vagy mind a ketten ráerősítettetek erre, hogy az akadémián elsősorban embereket kell nevelni. Igen, azért is mondtam, szedtem én ezt a sportember, tehát mint sportoló és ember. Nagyon fontos az, hogy azt látnia kell mindenkinek, hogy 350-en ide járnak most, és ugye már idén molligás csapatunk is van, tehát egyet nagyon nagy lépés sikerült megtennünk a, a fejlesztés szempontjából. De hát ugye nem mindenkiből lehet professzionális sportoló, és az én példám is bizonyítja, hogy, hogy, nem mindenki előtt áll egy olyan szerencsés pályafutás, hogy, hogy 20 évig mondjuk tényleg egy, egy sikeres helyi sportoló legyen és válogatott sportoló lehessen. Azoknak a gyerekeknek is közvetítenünk kell értéket, és megtanítanunk úgy működni őket a mindennapi életben, hogyha nem a mi sportálunkat választják majd professzionális szinten 18-20 éves korukban, akkor is a társadalom hasznos polgárai legyenek, és tényleg szeressenek visszajönni ide jégkorom esetleg lehessenek támogatóink, és úgy emlékezzenek vissza erre az itt 10-15 évre, hogy tényleg ez volt életük meghatározó élménye. Mi a te célod mondjuk a következő 15 évre? Hú, 15 év az kicsit hosszú távú. A kérdés. Hát a 15-öt csak nem azért dobtam meg, de... be? Azért dobtam be, mert ugye 15 igen, évről beszélünk, igen. amíg. De akkor, akkor legyen 10. Az biztos, hogy a, a, a rövid távú cél, ami kettő, ami, öt éven belül uh, lobog előttem, az az, hogy, hogy a, a felnőttebbel csapat egy olyan csapat legyen, amiben lesz 8-10-12 olyan fiatal akadémis a tehetség, aki már itt nevelődött, és, és, és mi követtük a pályafutásukat, és és tényleg ők lesznek a mag. Valamint nagyon jó lenne, hogyha emellé elérnénk azt, hogy mondjuk a, a Móligás csapatunkban ne kelljen 6-7 foglalkoztatnunk, hanem legyen csak kettő, és akkor, akkor mindig kell töltenünk al alulról 18-20-22 játékossal ez lehet szerintem a, a, a legfőbb célkitűzés. Válogatott szinten nagyon jó lenne, hogyha évek óta próbálkozunk utánpótlás szinteken a divízió egy ába fölkerülni, akkor esetleg ott maradni. Ez nem sikerül, és nagyon bízom abba, hogy, hogy lesz olyan generációnk, azt szerintem a tíz éves koncepcióval benne lehet, aki esetleg divízió egy A elejére elérhet és stabilan ott maradhat. Az árcsoportot nem mondom, talán az is bent lehet, hogyha tényleg tíz évről gondolkodunk. Úgy nagyjából hoki szinten ennyi. Is, és tartani azt a színvonalat, és mindig, mindig törekedni a jobbra, a magasabb célok eléréséhez, és gyakorlatilag, ami megvan, azt most ugyanolyan professzionális szinten megpróbálni működtetni, mint ahogy ez most talán működik. Én ehhez sok sikert kívánok. Meg kitartást, meg erőt, meg minden jót, meg akkor hideget, ha, ha azt szereted, hogyha visszakanyarodunk a beszélgetés elejéhez. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, hogy itt voltál. Önök pedig maradjanak velünk továbbra, és ez volt már a Fehérvári Beszélgetések. Én Fekti Istvánnal az Ifjabocskai Gábor Jégkorong Akadémia sportigazgatójával beszélgettem a viszontlátásra.